Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelit! Szevasztok! Szevasztok, srácok! Itt a Happy Hour-ben. Fantasztikus. Egyébként hétfő van, hogyha valaki nem tudná. Ez nagyon fontos. Ugye van. Megint ilyen totál recallban vagyunk, mint olyan, mert valamilyen oknál fogva mi kitaláltuk azt, hogy így jó úgy datálni, vagy úgy programozni azt, amikor nem tudunk itt lenni, hogy így péntekre vagy hétfőre. Mert így nem annyira fájdalmas. Igen. De ez, hogyha belegondolsz, nem igaz. Mert így 3 napig nincs stream. Ha meg mondjuk szerdán mész, akkor csak egy. Ebben van valami amúgy. You know. Szóval ezt teljesen rosszul gondoltuk. Igen. De ez van. De ettől függetlenül de boldog kedvet. Azért jó, mert így van lelkileg időnk felkészülni. Mire? Vagy kipihenni. Megint a pihenéssel jössz, Jani. Budapestre. A budapesti fáradalmakra. Igazából a budapesti nem fáradalom. Mármint úgy értve, hogy nem olyan, hogy most érted, egy pattanástól a seggeden nem fáradsz el. Csak tudod, zavar. Néha azért elég fárasztó. A pattanás? Nem. Ja, hát figyelj, vezetni fárasztó. Tudom, nem is beszél. Az, hogy vezetni. Hanem? Néha. Az egész. Jó, talán értem, miről beszélsz egyébként, talán, de mindegy is. Az biztos, hogy tehát napközben még rosszabb. Igen, ez igaz. Tehát korán reggel, meg késő este még egész jó, mármint ott lenni, nem oda menni, de napközben borzalmas. Emberek vannak az utcán, bazd meg, érted? Igen. De miért? Nem tudom. De nézel, és akkor így tudod, olyan, mint amikor kimész New Yorkba, így hömpölyög a tömeg. És akkor azt kérdezed Amerikában, azok, hogy senki se dolgozik. És azt mondják, hogy senki. De itt, hogy így, tudod, így végignézel az utcán, és így látsz, mit tudom én, egyszerre 1500 embert. Hogy azok amúgy mit csinálnak? Szabadnaposak. De tudod, nem az van érted, hogy valaki az oktatáskával az egyik irodából a másikba megy, úgyhogy majd leesik róla a szemüveg. Nem. És akkor azt mondják, hogy turisták. Turisták? És azok nem dolgoznak? És azok is vannak. Ki a faszom menj nyaralni, bazd meg márciusba? Jó kérdés. Na mindig. Ezek csak ilyen áttekintések, vagy hogy mondjam. De egyébként, hogyha rátok akarok hangolódni, akkor jó reggelt. Jó reggelit, igen. Szevasztok. Mindenki feldobja valamit jó reggelt. Jó reggelt, igen. Maradjunk ennyiben. Amúgy viccen kívül tényleg, tegnap, amikor mentünk a... Na mindegy, most ez amúgy nem reklám, de a food shopba voltunk tegnap Istivel. A körülötte nem hallottam magyar szót. Amúgy. Te és elég sok mindenki volt szájmaszk. Sok mindenki volt, de hogy csak. Csak izé angolul beszéltek. Vagy juniors nyelvvel. Hát érted, ott pereg a lóvé. Hát pereg a lóvé, igen. Ez a geci. Na mindegy, ez egy ilyen kör. Nem lehet vele mit kezdeni. Budapesten más világ van. Érted? Budapest nyugatabbra van sokkal, mint mi. Igen. Meg mint Győr. Budapest már Nyugat-Európa. Igen, tehát valahol olyan München környékén van. München Budapest. Környékén. Csak meg nem tudnak róla, de folyamatosan megy balra. Érted? Tehát így nyugat felé, így folyamatosan így úszik gyakorlatilag. Hát igen, mert van alattunk Magyarország alatt egy lemez, aki nem tudná, ami kb. 5 évente tényleg mindig elmondani. Igen, és a Dunakeni. Azon csúszik. A Dunán csúszik. De nagyon furcsa, csak Budapest. Igen. Érted, így csúszik. Igen. És akkor így mész, tudod, így mész az utcán, és akkor tudod, hogy látsz mindenféle éttermet, tudod. Érted, igen. És akkor így mész, és így látod, hogy emberek milyen helyeken esznek, tudod? Érted, és akkor így nézed, mi a Vadkeletről beszélünk, úgyhogy nyugodtan érezzétek a jól magatokat. És akkor tudod, így benézel, és akkor látod, hogy mit tudom én, reggel, mit tudom én, 9:45 körül, érted, eszik a 8500 forintos omlettes szendvicset, érted? És nézel, hogy... Ezek évek óta sípolnak, geci, nincs pénz. Érted? És így meg turisták voltak azok. Azok turisták voltak. Azok mennek reggelizni munka előtt. Na mindig persze csak viccelődök, cinkelődök. Nagyon durva. De ettől függetlenül egyébként jól lehet érezni magad. Várjátok, most van 35. Csetre hangolódunk, még mindig jó reggelt. Igen. Nagyon fontos. Nagyon fontos. De vannak már kérdések azért. Van. Micsoda? Jó, azoktól a kérdésektől gyakorlatilag 2013 óta viszketek, geci. Tehát komolyan. Tehát képzeljétek el, hogy 2013. októbere óta, ami lassan már 6,5 éve történt, azóta most megint azt kapom, hogy várom-e az amnéziát. Bazd meg. Igen. Van ilyen? Játszol az amnéziával. Idáig sikerült eljutni. Muzsikarcos, látod? Én ezt erről beszélünk. 15 éve még 23 kilométerre volt Budapest. Közi prefektor. Most már csak 20. Igen.
Hát, mert közeledik. Ezt gyakorlatilag látjátok, más is látja az országban. Nem csak mi. Más is látja az országban, nem csak mi. Le lehet mérni. És nem foglalkoztok vele. Nem foglalkoztok vele. A Google Maps-el miért lehet mérni? Így van. Így van. Habár a Google Maps is tőle egy hazugság. Igen? Igen. Mert ugye a földlapos, és úgy van, hogy van benne egy ilyen 5 fokos dőlés. Érted? Igen. És az a baj, hogy a Duna annyira erősen folyik, hogy Budapesten egy csúszik. Tudod, így a lejtőn. Igen. Érted? Az csá. Na mindegy is. Szóval megint Budapesten voltunk, töltöttük az időnket tegnap, megfigyeltem ugye a társadalmat, hogy hogyan mozog, hogyan próbál ugye gyakorlatilag közösségként szimbiózisban élni a környezetével. Teljesen jó szerintem. Rájöttem amúgy azért van annyi orosz Budapesten valószínűleg, mert a filmek miatt ugye az Oroszország. Igen. Tehát mindig Budapesten veszik fel az oroszországi jeleneteket, gyakorlatilag otthon érzik magukat. Igen. És hát gondolom, nekik rendezték be azt a nagyon sok éttermet. Hát gondolom amúgy. Érted? Ez nagyon durva. De ez teljesen logikus, ha belegondoltok. Egyébként a kedvenc pillanatom, és nem nagyon-nagyon végletekig részletezve, az tényleg bazdeg ez a... Tehát a fótiosan... Most várok egy kicsit, hogy azonosítsátok be, tudjátok, ilyen predátorba, hogy fótiosan... Megvan. Ott van Tesla töltő. Ugye ott meg kellett álljunk, mert ugye... Kellett bele a delej. Mert ugye ez életforma. Igen. Ott megálltunk, hogy menjen bele egy kis dilló. Értitek? Meg minden. Azt hallott, tele volt. Csurig volt. Hason szőrű töltendőkkel. Érted? Öcsém, az a társaság... Legjobb. Genitális. Érted? Legjobb. De az a jó, hogy mindegyik, amikor megérkezik, látod az arcán, érted? Tudod, így végignéznek, hogy ott állnak sorban a Tesla rettig genyó, azt így nézik, hogy nincs lóvé, mi? Faszom! Mindenki csodálkozik, hogy mi van itt? Mindenki Teslával jár, baszd meg! Tegnap végül, tehát beálltunk, mi voltunk a harmadik autó. Igen. Vagyis, hogy végül is hát egyszer érkeztünk az egyikkel, szóval mindegy, szóval a harmadik autó, és mire végeztünk, 7 Tesla volt a töltő. Ja, igen. A 8-ból. Ez hihetetlen. Én egyébként megmondom őszintén, hogy meghasonlottam, én azt hittem, hogy Európában összesen van ennyi. Nagyon durva. De te függetlenül azért... Pereg. Pereg. Hát itt pereg ennyi. Gyakorlatilag ugye, na, tehát vannak különböző fajta Teslás emberek, vannak ugye ennek ilyen felszentelt papjai, meg mit tudom én, de a legjobb az, hogy ezt hadd meséljem el, de nagyon röviden tényleg. Tehát egy úriember odaállt a gépjárművével, a neve lényegtelen, a gépjárműve lényegtelen, meg ő is lényegtelen. És így mondja nekünk, vagy hát szóba került, hogy amúgy ja, ő meg megfordul YouTube-on. Érted? Közületek biztos lenne olyan valaki, aki mondott volna valamit erre, hogyha a helyünkben van. Mi nem tettük. Tehát mi egy árva szót se szóltunk arra, nem. Hogy amúgy a YouTube, mint honlapon egyébként mi is jártunk már, és így nyomta, hogy amúgy hát megfordulok, mert kérdezte a másik csávó, hogy te voltál YouTube-on. Igen, tudod, igen. Hát megfordulok, tudod? És ezt így jössz, és így hallgatod, így, aha, azt a kurva, amúgy ez ki? Na mindegy, de tök jó volt egyébként. És így hallgattunk, tudjátok, a szöveget, uh-huh. Hogy érted? És nem az a lényeg, hogy elektromos autója van, érted? Hanem, hogy neki már 5 év van. És akkor még hogy Before nézte? It was cool. És akkor még hogy nézte, geci? Before it ez? Was cool. Igen. De amúgy egy nagyon közvetlen. De amúgy nagyon jó volt, jó fejek voltak. Én azt mondom. Egyébként igen. És én mindig... Főleg a szemüveges tag, őt nagyon bírtam. Igen. Amikor én is itt Debrecen, egyébként bármilyen fölött Debrecenben is tele van a töltő. Tehát, hogy valaki azt hinné, hogy csak Fóton van, nem. Tehát itt Debrecenben most pénteken küldte nekem Jani a képet, vagy olyan fasz vasárnap. Szombaton. Vagy vasárnap, igen. Az. Igen. Mielőtt mentünk. Igen, na. Vasárnap. Igen. Tele van tényleg itt is, nagyon durva. De amúgy mindig jó fejemberekkel lehet találkozni. De nagyon fasza. A napszöveges sávon olyan jó fej meg volt. Meg ilyen nagyon, hogy is mondjam, nagyon... Elvakultak ezek az emberek. Kicsit igen. Egy páran. Ezért volt jó, hogy az a csávó, akit kedvelek, vagy kedveltem ebben a beszélgetésben, ő napszolgokból volt. Ő nem volt annyira elvakulva. Igen. Érted? Igen. De ahogy jó fejek. Na. Igen. Meg ugye van a másik, de van a másik típusú Tesla a tulajdonos, aki pedig így ül a kocsijába, és így szarja. És így ki sem elszállni, igen. És így basszátok mind meg amúgy. Ezt a hozzáállást alapvetően jobban kedvelem, de persze ez egy másik fajta hát életforma. Ez ilyen.
Nem ez a lényeg, én csak ezt így el akartam mesélni. De látom, mennyire érdekes, úgyhogy haladjunk tovább. A hétvége is alapvetően egyébként a tegnapi nap egy ilyen nagyon trailerdús nap volt. Mindent meg se osztottam Twitteren veletek. Nyilván a legnagyobb hype ugye a Call of Duty Warzone volt, ami ugye tudtuk, hogy valószínűleg tegnap bejelentésre kerül, azért is pengettem annyira, meg tudtuk azt is, hogy valószínűleg ma játszható lesz, és ez így is van, és játszani is fogunk vele, és aki nem látta a menetrendet, az azért nem tudja. Szóval ez ilyen, majd nézzétek meg. Úgyhogy az mindenképpen pörög majd, nagyon pörög. Érdekesnek ide ígérkezik, de szerintem majd inkább a kodstreamekben részletezzük majd a lényegét. Persze. A Warzone-nak, de alapvetően ugye egy olyan játékmód, aminek a legfontosabb tulajdonsága az, hogy tartalmaz Battle Royale-t is. Igen. És teljesen ingyenes mindenkinek. Ez a durva. Ez igen. A durva benne. Abból a szempontból érdekes, srácok, hogy ha visszaemlékeztek az Apex előtre, most azt mondom, hogy a Tarkov előtre is pár az nem Battle Royale. Ha visszaemlékeztek, a Battle Royale-ok abszolút hajnalára, amikor még csak a H1Z1-nek volt Battle Royale, és azzal amúgy alapvetően alig játszott valaki, akkor kijött a Divisionnek a Survival DLC-je, ami egy Battle Royale-hoz hasonló megoldás volt, és akkor mi azt mondtuk streambe, hogy ha ennek az amúgy 60 eurós játéknak nem egy DLC-jére lenne szó, amihez birtokolni kell az egészet, ezt streambe mondtuk, hanem külön ezt kiadnák így külön free-to-play-be, akkor ez a legnagyobb game lenne. Ja. És nem tették ezt meg, nyilván azért, mert nem nézik a streamet, viccelek. Én nem gondoltam volna, hogy az Activision megmeri lépni gyakorlatilag a legnagyobb vagy a második legnagyobb játék franchise-zal a világon. És mivel ezt meglépték, és egy Call of Duty lesz most, ami free-to-play, Battle Royale, egy olyan game engine-en, amivel versenyezni free-to-play game, nem hogy az nem tud, hanem még rendes játék se nagyon. Nem. Szerintem ez akkora win lesz, mint a szar. Nem azt mondom, hogy én BR-rel fogok játszani, mert valószínűleg nem, én a kodnak a többi részét kedvelem, de nyilván majd streambe kipróbáljuk. Ja, ja. De azok, akik ezt kedvelik, szerintem ez telébe fog menni, és rengetegen fognak vele játszani. Azt tudja. Úgyhogy get ready. Nagyon mert basszó lesz. Én úgy éreztem egyébként alapvetően a Blackoutnál is, hogy az folytatta meg az embereket, hogy meg kellett venni egy 60 eurós gémet, ugye, hogy Battle Royale-hoz has. Mm. Most ezt is kivették, szóval... Rohadt jó. Szabad a pálya. Rohadt jó. Szabad a pálya. És gyakorlatilag ez a legnagyobb BR, legalábbis játékos számot illetően. Igen. Egy adott szerven ugye 150-nel indul, és lehet, hogy kitolják 200-ig. Hogy gépigény szintén milyen lesz az elvárás? Hát nézd meg, mennyi a system requirement-je a Call of Duty-nak. Én is olvastam ilyet. Az a baj, hogy engem, tehát tudjátok, én kontrollálatlan, idegbeteg, hülye vagyok, aki mindenkit utál, tehát egy gyűlölendő személy, nincs ezzel gond, de engem gecire kiakaszta az, bazd meg, hogy meghirdetik azt, hogy gyakorlatilag az idei év egyik legjobban várt multiplayer title-éről kiderül, hogy ingyenes, és elkezdenek kurva anyázni az emberek, hogy nincs hozzá gépük. Jó, hát most ezt... Ennyit tudok mondani. Pont, tehát, hogy így, oké. Okay. Ezt most nem rád mondom, csak erről eszembe jutott. Ja, ja. Úgyhogy a gépigényt megtaláljátok. Valószínűleg egyébként hát a kódot ilyen 720p-ig le lehet húzni renderbe, meg ilyen nagyon lóra, tehát szerintem nagyon le lehet tolni ennek a gépigényét. Le. Alapvetően. Simán. De valószínűleg akkor is találnának valamit, hogyha az Infinity Ward küldene mindenkinek egy számítógépet, amin fut. Ja, nincs lootbox, ez nagyon fontos, és ugyanaz a Battle Pass van, mint a kódban. Igen. És ha megvan nektek a kód, és van Battle Pass-etek, akkor az érvényes oda is. Emúgy minden érvényes mindenhol. Igen. Weapon XP, Weapon Progress, keresztül, kasul, mindenhogy működik minden. És megy a crossplay is, ugyanúgy. És megy a crossplay is, így van. Szóval ez az egyik dolog volt. A másik, hogy dolgoztatom Twitteren, jóval kevesebb embert érdekel, 2 másodpercre bejelentetik, hogy jön az új Worms játék. Na mindegy, és a Team 17 csinálja, úgyhogy original, arra nagyon kíváncsi leszek. És nem igazán jók a marketingesei. Maradjuk annyiban, hogy pont a koddal egy időbe kell bejelenteni egy új Worms. Miért? Hát nem nagyon de tudják a... már az emberek egyébként, hogy mi az a Worms, tudod így hát globálisan. Jó, de azért eltolhatták volna. Hát de nem okay. Hiszem, hogy versenyeznek annak a kodbér. Persze, értem. Nem, csak hogy most annyira nagy hype a kód, hogyha meg is írja valami újság. Annyi a szerencse, hogy ez csak egy ilyen rövid teaser volt, tudod, és szerintem a fullos trailert azt majd most az nyitom én. Mert tényleg egy nagyon rövid teaser trailert adtak ki belőle. De jön. A másik dolog, amiről nem beszéltem, vagyis nem osztottam meg Twitteren, de szerintem nagyon klassz, és mindenképpen nézzetek rá, ha kedvelitek a témakört. A Mortal Kombat Legacy Scorpion's Revenge animációs mesének felkerült a Rated R trailere. Uh-huh. Hát
Hát szaftos. Körülbelül mint a játék. Na. Tehát annyira brutális, és azt a történetet dolgozza fel alapvetően, amikor ugye Scorpionnal megtörtént a kibaszás, Lin Kuei, és ugye amikor Anzu Asashi meghal, és visszajön, mint Scorpion, Quan Chi, Mortal Kombat. Tudjátok? No. Baszó. Nagyon durván néz ki, úgyhogy nézzetek rá, nekem nagyon bejött egyébként, és azt ajánlani tudom ilyen trillerezőre. A negyedik triller lesz kevésbé érdekes, már csak azért nézzétek meg, mert a zene és a látvány együtt fantasztikus, az pedig ugye a Spawn karakter a Mortal Kombat 11-be. Szerintem állati jól sikerült. Úgyhogy erről ennyit. Jaja. Tényleg a Worms azt tudjuk a hard mode-dal játszani. Szerintem akár 2v2-be is. Igen. De Balázs is elég jól Worms-ezik amúgy. Akkor 3v3. De akkor már 6-a lesz. Igen, én is elég sokat Worms-eztem, úgyhogy ja, ez érdekes lehet. Ez jó. Ez érdekes lehet. Na mindegy is, ezt majd meglátjuk. De ezek az érdekességek történtek alapvetően a tegnapi nap. Nem tudom miért, valami miatt valaki kiszúrta magának ezt a március 9-ét. És akkor így pergették ki a dolgokat. Kipergették az infókat. Ez van. Az, hogy mit reagál rá, milyen játék, meg hogy hogyan kombóznak rá a többi videójáték erre az egészre. Én azt gondolom, hogy most nem kell ez a dolog. Most egy-két hónapig biztos minden a kódról fog szólni, srácok, mindegy, mi történik a háttérben. Multiplayer fronton. Single player fronton, engem addig érdekel, amíg jön a Doom, és talán egy de természetesen attól függetlenül az megy tovább. Hú, hagyjuk Pisti a Doom-ot. Most megnéztem azt a Behind the Scenes felvételt, azt szerintem mondtad nekem. A kórusosat? A kórus. Ez elég jó. Ez a Mick Gordon, ez nem teljesen normális. Tehát ki az, aki összerak egy metal kórust? Metal énekesekből egy kórust, és úgy veszik fel a Doom-nak az egyik zenéjét. És olyan, hogy beszarás, így kicsit félig, meddig lehet hallani a háttérbe, és olyan, hogy összeszarom magam. Na jó, hagyjuk. Durva lesz. Na mindegy, azt nagyon-nagyon várjuk, ez van. Ez majd mindenféleképpen kiderül. Másik dolog, amiről nagyon-nagyon röviden szeretnénk beszélni, de tényleg sem nagyon röviden, mert igazából annyira nagyon nem lényeges dolog, csak szerettük volna ismerni veletek, mert tudjátok, ez a szokás. Tehát, nagyon szépen köszi, hogy megnéztétek a Samsung Galaxy S20 Ultra iPhone 11 Pro Max kamera összehasonlító videót, amit Jani készített. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszi a rengeteg visszajelzést egyébként alatta, mert láttam, hogy többen örültek annak, hogy több darab... Külön volt, tehát hogy több része is volt ennek a tesztnek, ami egyébként nagyon pozitív, és nagyon köszönjük szépen. A másik, nagyon szépen köszi, mert szükségünk volt erre a visszajelzésre, vagy éppen nem visszajelzésre, hogy nem váltott ki senkiből semmilyen olyan fajta dolgot, amire számítottunk egy bizonyos szinten, hogy megpróbálkoztunk ezzel a spotos promóciós dologgal a Tech csatornán. Ja, ami igen. Arról szól, hogy ugye ennek a videónak az elején Jani felvázolja, miről lesz szó a videóban, én bejövök, eladom a lelkem, aztán folytatódik a videó. Ez nagyjából ilyen 15 másodperc. Ez nyugodjad meg, én is elfogom a jövőben. Ez World of Warships promó volt. Az a lényeg, hogy mi azt vettük észre tavaly, hogy érdekelt titeket egy kicsit részletesebben is a Tech, nem csak ilyen rövid bemutatás szinten. Na most nekünk ugye ez erőforrás, idő, minden lófasz, amit el tudtok képzelni, ami nagyon durva, és úgy gondoltuk, hogy valahogy, de megpróbáljuk azt, hogy idén több Tech tartalom legyen mélyebben. De ez az kell, hogy gyakorlatilag nekünk olyan videókat kell csinálnunk, amit ugye a szabadidőnkből muszáj egy kicsit áttransformáljunk ebbe a részre, hogy ugye sokkal többet foglalkozzunk egy termékkel, igen, mint ami. És ki akartuk próbálni ezt az új formátumot, és valószínűleg ez fog működni, és így fogom tudni én is megcsinálni a TV-kkel kapcsolatos videóimat, a retro videókat, meg mindenféle olyan dolgot, amit kreatívan nem új termék, hanem mi szeretnénk nektek megmutatni. Pontosan. Pontosan. És igen, ez nem egy új dolog, aki mondjuk követi a külföldi tech csatornákat, ez találkozott ezzel a formátummal. Ja, persze, külföldön ez normális dolog. Nem csak mi megszoktuk ezeket beszélni a nézőközönséggel, mert megbeszéltük még annak idején, hogy ezeket megbeszéljük veletek. Úgyhogy ezek így működnek. Igen. Nagyon fontos. Viszont alkalmazunk egy technológiát. Ezt akartam mondani. Amit a reklámozók egyébként alapvetően nem vesznek észre, vagy nem tudják. Apróság. De ez nektek szól, mint nézőknek, és hát nem tudom, ki az, aki észrevette? Nem, én nem láttam meg a gombot. Amíg megy a reklámspot. Nem mondd el. Ki az, aki észrevett valamit a reklámspotba,
a videónak az alján. Köszönjük, Balázs. Köszi, Balázs. Na, várjál. De nem, ne várj túl sokat, megnézzük. Ott van, igen. Ott van Buba. Köszi, Buba. Ez az. Progress bar. Köszi szépen cipőnöket is. Igen. Köszi. Megy a csík. Azért megy a csík, hogyha... Tudjátok, miért megy a csík. Hogy tudjátok, hogy mekkora hogy tudjátok, milyen hogy meddig tart, és hogyha nem érdekel titeket, akkor ta-ta-ta. És, ja, át is tudjátok nyomni. Igen, ez nektek szól. Igen, alapvetően igen. Úgy gondoltuk, hogy ez talán egy pozitívum, vagy hogy lesz, aki örül neki, hogy legalább igen. Látja azt, hogy egy az, hogy nem 5 perces reklámspotról van szó. Kettő, látjátok azt, hogyha mondjuk tovább nyomtok egy 10 MP skippet, akkor nem maradtok le semmiről. Igen. Például. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ez amiatt van. Tök ez jó. Amiatt van. Igen, szerintem ez amúgy sokkal, hogy is mondjam, nézőbarátabb. Tehát, igen, én is látod azt, hogy mennyi van átra, akkor így, jaj, jó, akkor most már megvárom. Igen, nem igen, igen. Hogy ne, ja, hogy... igen. Igen, másatornál is csinálják, így van. Így van. Igen, csak ez igen. Egy döntés a részedről, hogy teszel-e ilyet bele, vagy sem. Ennyi. Mindegy. Ezzel lépjünk túl, de még egyszer nagyon köszi, srácok, mert ez amúgy az egész éves tervezésünknek egy első lépcsője igen. Volt. De köszönjük, hogy ilyen elfogadók vagytok. Vagy mi a tököm. Igen. Így van. Ettől függetlenül, én nem tudom, hogy pontosan mik történnek, figyelem a social médiát mostanában, sajnos, annak okán ugye, hogy mi történik a világban. Ugye nagyon sokat beszéltünk már a koronavírusról, most nem nagyon szeretnék update-elni senkit róla, mert elmondtam gyakorlatilag, hogy, hogy én mit szerettem volna hallani a hír oldalakról, és nagyon-nagyon ezt nem hangoztatták eddig, mindig nem ez a lényeg. Olaszországban, hogy a gebasz, elvileg lezárták az országot is most már. Igen. Le. Vagy mi a tököm? Hát tényleg nagyon ott komoly problémák úgy, vannak. Úgy, hogy tudsz. Én továbbra is azt mondom, vigyázzatok, figyeljetek oda, legyetek óvatosak. Ennyi. Nem tudok már újat mondani, az a baj ebben a témában. Sajnos fel kell keresni a magyar híradalakat, akik valahogy mindig tudnak valami újat mondani ezzel igen, kapcsolatban. Egyébként most megint van egy újabb info, mármint, hogy olyan szerintem, hát már akinek új, mert szerintem egy csomó ember már erről olvasott, de amit még fontos tudni erről az egész vírusról, és ami miatt még félelmetes, azon kívül, amit ugye Pisti mondott, hogy mutálódik folyamatosan, meg változik, az az, hogy nagyon hamar átcsap hirtelen nagyon rossz állapotba egy ember. Hogyha egy ember elkapja, akkor mondjuk nem tudom, egy 2-3 hétig ilyen folyik az orra, meg fáj a torka, meg ilyesmi, és aztán hirtelen, de tényleg hirtelen, ilyen 12 óra alatt így bum, és már tüdőgyulladás. Tehát ez az egészben a legfélelmetesebb, hogy ilyen hamar átcsap az ember abból, hogy fáj a torka, meg köhög a tüdőgyulladásba. Ez vele a legnagyobb probléma, és emiatt nagyon félelmetes. Legalábbis most ezt nyilatkozta egy ilyen olasz orvos, hogy így nem érti, hogy. Annyira hamar átcsap egyikből a másik, egyik állapotból a másikba, úgyhogy ezért is nagyon veszélyes. Ja. Hát veszedelmes, igen. De lényeg az, mondom, erről egyáltalán nem akartam beszélni, csak mondtam, hogy amúgy igen, tudunk mi is róla, hogy megy ez a ramazuli. Igen. Nem lehet ezzel mit kezdeni. Óvatosan. Az az igazság, hogy ez a túltalás ugyanúgy gyakorlatilag, mint minden, amiről beszéltünk már itt a Happy Hour-ben, a 60 ezer millió téma, ugyanígy negatív hatást fejt ki. Tehát az, hogy ennyire túltalják a hírezést, meg mindent róla, sok ember nem akar hallani róla már. Ami pont akkora butaság, mint egész nap erről beszélni. Ja. Meg kellene találni egy ilyen egészséges középutat ezzel kapcsolatban, mert ignorálni se szabad ezt az egész kérdést, mert azért hatással van a mi életünkre is, de mondom, nem, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon túlzás már sok esetben, amit művelnek. Jó, hát ez tény, hogy túltolják, de fontos erről tudni. Persze. Meg hogy mi történik a világban, mert na. Azt tudjuk, hogy nagyon sok rendezvény elmarad, hogy ott nem lesznek sportesemények, semmilyen jellegű közösségi rendezvény nem lesz Forma 1, meg nem lesz egy csomó minden. Igen. Nem lesz. Hát nem, de tényleg olyan szempontból nagyon rossz, hogy nagyon nem akarjuk, hogy olyan dolog történjen itt, ebben az országban, mint Olaszországban. Uh-huh. Mert nagyon nem áll erre készen szerintem a magyar egészségügy, hogy ezt így tudja kezelni, ezt a problémát. Sajnos. Az a helyzet, hogy nekem erre fogalmam sincs. Hát de valószínűleg így van. Én úgy érzem. Nem, az a baj, hogy nekem a leghalványabb infók sincsen róla, hogy mégis hogyan, meg miként, úgyhogy ezt nem tudom igazából véleményezni, mert én nem voltam régen kórházban. Ez tény. Csak hogyha belegondolsz abban, hogy Olaszországban ugye most nagyon nagy ilyen problémák vannak olyan szempontból, hogy hát eldöntik,
hogy ki az, aki mondjuk kaphat lélegeztetőgépet, és ki az, aki nem. Uh-huh. Mert egyszerűen nincs elég. Hogyha Olaszországban nincs elég, akkor nem tudom, hogy Magyarországon van elég. Mert szerintem valószínűleg nincs. Az a baj, én azt sem tudom, hogy Olaszországban milyen az egészségügy. Hát jó, az igaz. Én azt tudom, hogy én ahány olaszszal beszélgettem, hát azok közül egyik sem volt egy atomtudós, de most nem ez a lényeg, ennek semmi köze ahhoz. Uh-huh. Az a baj, nem tudom. Ja. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy hogy áll az ottani egészségügy, hogy áll az itteni egészségügy. Nem tudom. Az biztos, hogy sokkal, sokkal pozitívabb a megelőzési fázis. Tehát azzal sokkal több eredményt lehet elérni, azt mint így. Maga a kezelés. Úgyhogy inkább erre figyeljetek oda egyébként. Mondom, nem tisztem az a bajáról beszélni, mert nem értek hozzá. Ja, ja. De a fogalmam sincs, hogy mi történik. Nagyon sokan állítanak nagyon sok mindent egyébként, ugye itt Magyarországon, és a többi. Az a baj, nem tudom, hogy mi az alapja, érted? Hogy mit tudom, amikor azt mondja valaki, hogy nem tudom, hogy itthon ennyi megbetegedés van. És onnan tudod? Mm. Tehát megszámoltad, vagy mi a faszom? Biztos, hogy nem. Mondta valaki, aztán ő is ugyanazt mondta. Ja, ja. Úgyhogy ennyi. Én mondom, nem beszélnék még itthoni helyzetről, vagy ilyesmi, környező országokban vannak már ugye komolyabb lépések, itthon ugye a kórházakban vezették be gyakorlatilag a látogatási tilalmat, ami természetesen egy szempontból jó, más szempontból meg nagyon rossz, de mindennel így van a világon. Hát igen. Értedek? Úgyhogy ezzel... Mert ugye itthon is elmaradnak ünnepsége, például a március 15-i ünnepség is. Hát bejelentettek itt sok mindent. Ja. Nem tudom. Aztán látod közben meg, mi van. Vannak olyan országokban, olyan emberek, akik meg egyszerűen leszarják az egészet. Ja, persze. Amerikai oldalon nagyon vicces ez a dolog. Ugye, különösen ugye Mr. Trump, ugye ő elmondta, hogy az egész egy fasság. Gyakorlatilag. És hogy már régen lenyomták a koronavírust, ami amúgy is egy fasság volt. Tehát ő így, ez volt a sajtótájékoztatója. Ami amúgy érdekes. Lehet, hogy ő biztos többet tud, mint én erről a dologról, egyébként, de tényleg kétséget kizáróan, de ő ezt mondta. Hát én már nem bízom nagyon, hogy abban, hogy ő mit mond. Szerintem keveri az influenzákat is. De Elon Musk is ezt mondta. Amúgy igen, tényleg. Ő is kiírta, hogy nem azt írta, hogy a vírus hülyeség, hanem azt írta, hogy a koronavírus pánik. A pánik. Hülyeség. Ez tény. Ő meg aztán végképp sokkal többet tud erről a dologról, mint én. Szóval ezzel mondom, hogy én inkább jobb, hogyha távol maradok ettől a témától, mert egyszerűen úgy érzem, hogy olyan emberek beszélnek róla, akiknek jóval nagyobb tapasztalatuk, meg tudásuk van, és így teljesen más mondanak, mint amit lehet hallani, úgyhogy én már nem tudom, hogy mit kell elhinni. Ja. Úgyhogy én azt hiszem el, amit látok. Igen. Mint a paraszember. Ennyi. A Tesla megvéd a vírustól, biztosan. Csak meg kell enni. Nem, most fog jönni majd hozzá egy frissítés, ami kiszűri egyébként a levegőből. Ha megeszed. Ha igen. Meg kell enni. Először meg kell enni, és utána szűri. Elkezdi az antitest, az feldúsul méret. Pontosan így igen. Van. Azért mondja amúgy Major Iox, megy a Marsra. Szarik rá. Fuck you! Ja, hogy ez igaz. Ez igaz. Úgyhogy mondom, nem tudok mit mondani. Minden az égvilágon a koronavírusról szól, de mondom, ez egy öngerjesztő folyamat, tehát saját magát katalizálja ez a helyzet. Egy dolog ugye az egészségügyi helyzet, de hát az a baj, mivel hogy nagyon sok olyan dolgot érint, ami ugye nagyon sokféle érdeklődési kört fog össze, emiatt ugye folyamatosan csak gyűlik a téma, amiről beszélni lehet ennek kapcsán. Mm-hmm. Tegnap is fel voltunk Budapesten, és csak azokon a helyeken, ahol voltunk, ott sem tudtuk elkerülni gyakorlatilag az említését, mert nagyon sok minden elmarad, vagy tovább tolódik, vagy nem úgy fog összejönni, ahogy kell, emiatt. Ugye most hallottatok a Twitch-kont, például E3 is veszélyben, persze nem a közvetítések, hanem maga a rendezvény elég komolyan veszélyben. Valószínűleg az új konzolokra is hatással lesz, ugye a PlayStation 5-re és az Xbox Series X-re is komoly hatással lesz a darabszámokra, amiben elérhető lesz ugye majd az ünnepek alatt, szóval az a baj, hogy nem tud, tehát nagyon sok olyan dolgot érint, ami ugye más érdeklődési kör mégis hatással van rá, ez van. A magyar rendezvények nem maradnak el. Az a lényeg, hogy peregnek, Pisti. Melyikek? Hát például a Play-t. Ja, hogy az? Az nem. A március 15 elmaradt, Play-t meg nem? A Play-t az nem. Hát figyelj, bazd meg, van a megvette a gyerek a jegyet? A kurva életben. Bassza meg a korona! Az a lényeg, hogy pereg. Na mindegy.
Nem marad el. Ezt még nem tudjuk, Jani. Nem, amúgy lehet, hogy elmarad. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy elmarad, oké? Ez a lényeg. A Minecraft ott lesz, ez biztos. Na mindegy. Igen. Na mindegy, ettől függetlenül egyébként a maguk a social network nem csak a koronavírusról szólnak már nagyon-nagyon régóta, hanem basszus, tovább folytatódik ez az egész őrület gyakorlatilag a közösségi platformokon, ami zajlik, uh-huh. és az úgynevezett cancel culture, ami itthon ugye csak Budapesten értik, mikor mondod. Ja, igen, igen. Mert ugye Magyarország többi részén nem értik, hogy mi az. WC papír márka, vagy mi az? Uh-huh. Na mindegy, de Budapesten a tudják, mert ugye ott bráncsot esznek az emberek. Fú, amúgy ez jó. Ez nagyon fontos. Úgyhogy ők tudják, mi az a cancel culture, és ez... Nem tudom, én egy kicsit jobban beleástam ebben magam, és amúgy félelmetes méreteket öltött. Mármint maga az, hogy milyen reakciókat vált ki a világ melyik pontján az, hogyha mondjuk ezt mondod, vagy azt mondod, vagy ezt írod ki, vagy azt írod ki. Uh-huh. És nagyon meglepődtem. Most hallottam, ugye, hogy ez amúgy nem most történt, hanem egy valamennyivel régebb óta, hogy ott volt az angol rapper srác. Angol? Uh-huh. Nem tudom. Zumi? Zumi? Zumi. Ő... Most sikerült megnézni, hogy műsorban erről volt szó. Aki Twitteren, ő ilyen rapper csávon menő, és Twitteren mindenki szopatja, hogy mennyire nem menő, meg mennyire gáz, meg mennyire izé, meg nem is vagy menő, mert ugye ez a király, ugye, hogy aki csinál valamit, azt elküldjük az anyjába. És egy ilyen arctalan, névtelen Twitter accounttal ugye vitába keveredett, ugye, hogy most miért kell őt baszogatni, meg mit tudom én. Várjál, megőrülsz. És ez a Twitter account mondta neki, hogy biztos több csajt fektettem már meg, mint te. Uh-huh. Érted? És erre ez a srác azt reagálta, most angolul mondom, mert magyarul nehéz megmondani, hogy okay, dude. Ennyivel letudta. Na most a dude, mint tudod, öcsém, azt feltételezi, hogy aki ezt mondta neki, az férfi. De kiderült, hogy nem. És ezért temporary törölték a Twitter accountját. Most ez komoly. Bázd meg. Na! A cancel culture ott tart, hogy ezért egy normális ember megfogná a klaffantót, érted? És valami olyan dolgot tenne vele, amitől teljesen világossá válna néhány nemi szerep az adott szituációban. Érted? Hát ez biztos. De nem. Hanem ez a világ, ami nem arról szól, hogy láttam egy filmben, hogy valamilyen elmebeteg író szerint 2192-ben így fogunk élni, hanem ez most van. És nem Amerikában. No. Mert ez angilali volt. Érted? És, de most gondolj bele, és ezért van elítélve, hogy tehát ezek már, tehát értitek? Vannak dolgok a világon, mondjuk az, hogy valakit online nem szégyenítesz meg amiatt, hogy hogyan gondolkodik, vagy kibedugja bele, vagy minek érzi magát, meg ilyenek. Ami világos, mert a másik embert nem bántjuk. Na jó, de ez már milyen szintű kisarkítása, kifordítása, kilökése, bazd meg az egész... Bocsánat, srácok, hív a mamám telefonon. De lehet fontos. Basszus. Hagyjuk. Szóval... Ez olyan szintű dolog, srácok már, olyan szintű kilökése gyakorlatilag az egész egyensúlyból mindennek, mm. ami nekem már fáj. És megmondom őszintén, nem is látom helyét. Tehát az, amikor már ilyen feltételezünk dolgokat, meg mit tudom én, érted? Hogy most tudod, amint, tehát, hogy tudod, ez a, aki megvesz, mit tudom én, egy olyan sampont, amit állatokon tesztelnek, az nem tudatosan választja azt a sampont, és ő nem ilyen hangyárral, meg macsétával vagdossa a teheneket szabad idejében. Tehát értem, de értitek, na. hogy ez nem így működik. Na, hát igen. És így megőrülök attól, hogy vannak Magyarországon is olyan emberek, akik ezt be tudták nyelni. Hogy a picsában ne lennének, igen. Érted? És tudod, mi a durva? Amiről beszéltünk a PC-séggel kapcsolatban, meg minden. Mondják, hogy a szólásszabadságnak vége van. A cancel culture ránk helyezte gyakorlatilag azt, erre szól a cancel culture, hogy nem mersz kiírni dolgokat.
a Twitterre. Nem mersz mondani dolgokat. Azért, mert nem tudod, hogy hogy tekerik ki. Nem azért, és ez a durva, látjátok, ez a next level. Érted? Hogy az az ember, aki mondjuk alapvetően, mit tudom én, a transzfób emberek ellen van, mert vannak ilyen hülyék, nem merik kiírni, mert félnek a retorziótól, nem erről van szó. Hanem nem mersz kiírni olyan dolgot sem, amelyik valahonnan érted a holdról nézve, megfordítva, de kimosva, kihányva, úgy nézhet ki, mintha te azt sugalnád, olyat se. Olyat sem mersz kiírni. Cancel culture. És ez kurva gáz. Meg kell alapítsuk az anti-PC-t. Nem tudod megalapítani az anti-PC-t, Jani, mert az az igazság, hogy én úgy érzem, hogy sokan nincsenek tisztában vele, hogy jelenleg hol tart ez a dolog. Tehát jelenleg, nem, hogyha mondjuk van. Angliában valaki a te nemiséged ellen szól, vagy azt érezteti veled, hogy az nem jó, ahogy te csinálod a dolgokat, az rendőr, Jani. Tehát rendőrség. Igen, igen. És igen. Bevisznek. Ja, vágom, tudom. Tehát itt nem úgy néz ki most már, hogy neked, tehát hogy tudod, hogy úgy állsz hozzá, hogy szerinted ez akkor is, tudod, ez mondjuk, mit tudom én, a te social határaidat áthágja, és te itt meghúznád a vonalat. Nincs ilyen. Ez már olyan régen túl vagyunk, azért itt már arról van szó, hogy nem tudod csinálni. Ilyen nincs. Nem, hogy kitiltanak Twitterről, mész a faszomba. Beperelnek, megbüntetnek, bezárnak. Mert nem lehet ilyet csinálni. Érted? Egy ilyen, tehát azt mondom, hogy itt már nincs olyan, tudod, hogy hát, te tudod, hogy valaki még ott tart, mondjuk, tudod, hogy hát szerintem ez a transzneműség, ez ne. Na, haver, azt 5 éve hagytuk el. Azért 4 éve zárnak börtönbe, ha ilyeneket beszélsz. Érted? Már ott tartunk, érted, hogy a póniló összejött a hűtőszekrénnyel, és lett belőle egy kis fagyi póni. Érted? Tehát, hogy itt, ne, már minden van, érted? Hát, amúgy és igen. Az a durva, hogy ez a kultúra, ami ilyen szinten úgymond darabolt, hogy az emberek nem is tudják, hogy már milyen fantáziaizék vannak, érted? Igen. Ezektől várja el az egész világ, hogy legyen PC. Mikor az emberek nem is tudják már, hogy micsoda a mutációs válfolyai vannak, bazd meg ennek a dolognak. Vannak, amúgy, igen. Érted? Tehát a melegeket, meg a transzgendereket baszogatni, az már 2013. De amúgy szerintem is. De amúgy mármint úgy értem, hogy ezeket már régen elfogadta a társadalomnak az a része, akitől elvárják, hogy elfogadja. Sőt, igazság szerint én már szerintem eljutottunk arra szintre, hogy ha rájuk valami csúnyát mondasz, az már oké. Nem. Nem? Nagyon nem. Szerintem... Nem, most már odajutottak, hogy most már nem mondanak csúnyát rájuk, Jani, hanem most már kiforgatják így, ahogy az előbb mondtam a példában, hát, hogy hadd mondjanak már, mert akkor ők anyázni fognak. Igen. Érted? Nekem inkább azt mondom, hogy inkább arról van szó, hogy most már nem nagyon van... Tehát én nem érzek akkora nyomást ez ellen. Érted? Uh-huh. Hát az, amikor a tévében ezt mutogatják, amikor, mit tudom, teljesen természetes, hogy a hírességek közül is rengeteg mindenki ugye átfordul, vagy hogy szeretek ezt mondani, meggondolja magát. Ilyenek vannak, és ez egy elfogadott dolog. És ilyen, ez van. Most nem tudunk mit csinálni ezzel. Ez van. És mindenki olyan, amilyennek szeretne lenni, és ezt már elmondtuk nagyon sokszor. Itt nem arról van szó, itt a kultúráról van szó, erről az egész cancel kultúráról, ami kialakult. Értitek? És az a durva, hogy ez nem csak a nemiségre vonatkozik, hanem minden az égvilágon, a vallásra, a drogfogyasztásra, mindenre az ég egyet a világon. Ja. Érted? Mint ahogy tudod, egy területen legalizálják a marihuana fogyasztást, már előtte is elkezdődik, de akkor aztán fullba, hallott a ver, inni sokkal gázabb, az ital sokkal veszélyesebb, az italba jobban beleállsz, ez a tuticus. És érted? Nem elég. Hallott haver, szív a szüvet, legyél el magadnak. Fakja, ganja, yeah, fú, béke, peace, yeah, ott el vagy magadnak, az csá. Nem. Aki iszik, az köcsög. Mert az úgy nem jó, hogy te el vagy magadnak. Érted? Mm. Hanem úristen, te meg mindig iszal... hogy azonnal beláll a másikba, érted? Uh-huh. És mi van, hogyha én azt mondom neki, hogy sokkal kiszámíthatóbbnak tartom az alkoholt. Akkor mi van? Mert pontosan tudom, hogy 2,5 sörnél, meg 5 sörnél, meg 5 sör plusz 1 felesnél mi történik velem. De ha ezek olyan szart, akkor nem tudom, lehet, hogy pókember leszek, lehet, hogy Batman. A kettő között az a különbség, hogy az egyik, ha magasról esik le, sokkal jobban fáj neki. Ennyi. Igen. Érted? És ez csak egy dolog. Ez csak egy dolog. De mondom, ez csak egy példa, hogy azonnal bele kell állni
a másikba. Nem jó úgy. Nem jó, nem, tehát hiába van valami, hiába kap valamit, hiába ér el valamit egy társadalomnak egy része, stb. Nem számít. Bassza meg a másik. Különben nem jó a tied. Igen. Érted? Mindig tőled ez a te problémád sokkal fontosabb, és sokkal sürgősebb. Érted? Mert annak az embernek, aki bele akar kötni egy olyan emberbe, aki azt mondja, hogy oké, dude, azt nem érdekli a globális felmelegedés. Úristen! Meglettem szégyenítve! Igen. Érted? És hiába van 7 milliárd ember, aki azt mondja, hogy ez ki a geci? Nem! Ott és akkor az a legfontosabb dolog a világon. És le van szarva. Igen. És le van szarva. És ez a nagyon durva, értedek? Hogy ilyen szinten ez a kizáró, kirekesztő, undorító egy valami. Érted? És nagyon sokszor olyan emberek csinálják ezt, akiknek nincs is közük ez az egész. Csak nyomják ezt a social justice warrior lófaszt, hogy harcolnak a billentyűzeten a transzneműek jogaiért, azok, akik lehet, hogy valójában mókusok. Én már unom amúgy, megmondom őszintén. Én nem azt, hogy unalmas. Tehát de amúgy szerintem az. Rohadt unalmas, ez az egész téma, de tényleg. Az a durva, hogy ez az egész téma egyre intenzívebb. Tudom, hogy intenzívebb, de hogy nekem már unalmas. És szerintem sokak vannak így ezzel, tehát így rohadtul. Mint a hétvégén olvastam, hogy jön egy új Disney animáció, nem animációs mese, nem jaj, tudom, a címe. Az a valami előre, vagy... Az, előre, igen. Előre, vagy nem tudom, az egyik karakter, mint kiderült, leszbikus. Amúgy. A rajzfilmben. A rajzfilmben, igen, leszbikus. És Oroszországban, illetve Magyarországon is másképp fordították, mint Angliában, vagy bárhol. Tehát teljesen máshol fordítva, mert azt mondja az angol szövegben, hogy egy lány karakterről van szó, és mondja, hogy a barátnőm, úgy a barátnőm, gyerekére, vagy valami gyerekére vigyázzuk, vagy valami ilyesmi a szöveg. És az orosz fordításban és a magyar fordításban csak annyit fordítottak, hogy a párom. Hogy ne tudjon, ne derüljön ki, hogy milyen nemű. Érted? Mm-hmm. Ja, értem. Érted, mit mondok? Tehát így... És most ezen van a kiakadva, hogy ez hogy lehet? Hogy lehet? Mert akkor valaki, aki leszbikus, annak nem lehet párja? Hogy lehet? Érted? Hogy lehet? Érted? Tehát az idén a partaszállásnál összesen az egész akciósorozatban majdnem 150 ezer ember halt meg. Az hogy lehet, bazd meg? Igen. Az is lehet, ha meg is történt. Úgyhogy most el vagyunk könyvelve Magyarország is, Oroszország is ilyen mocskos keleti népnek, hogy mi úgy fordítottuk le, hogy a párom. De kérdezem én, mi van akkor, hogyha ez engem azért nem érdekel, mert nem érdekel? Persze, hogy nem érdekel. Tehát érted? Tehát ilyenkor jut eszembe az, hogy mondjuk mit tudom én, ilyenkor eszembe jutnak erős női karakterek mondjuk, mert ugye nőnap volt, erről ezt megbeszéltük, hogy mondjuk mit tudom én, tehát hogy miért nem szántak időt a Terminátor 2-be, hogy valaki oda menjen Sarah Connorhoz és megkérdezze, hogy Sarah, így a sok időt tölt, amit eltöltöttél ugye itt az elmegyügyintézetbe, hogy tetszik még a fütykös, vagy már a másik jön be jobban. Mert hogy a filmben nem derült ki. Igen. Tehát így, lehet, hogy az volt, lehet, hogy nem, csak senkit se érdekel. Ja. Érted? Ja. Milyen férfias vagy, Sarah? Mi történt? Igen, Durandónak semmi értelme nincs. Mármint a sztoriba elméletileg semmi köze nincs ahhoz, hogy most teljesen lényegtelen, hogy milyen nemi beállítottságú ez a karakter. Csak van egy ilyen sorra, amiből kiderül, hogy ő valószínűleg egy leszbikus karakter, de senkit se érdekel amúgy. Tehát... És hogy akkor igen, ez volt a cikkben tényleg, amit írtatok, hogy tönkretették az első, hogy is volt, meleg animációs mese karaktert. Tönkretették a magyarok meg az oroszok. Meg még azt mondom, a lengyelek is így fordították amúgy. A keleti népek. Hát ez nem tudom, mit szóljak. Én nem értem. Ezért nem tudom, mit szóljak. Előre, azt hiszem az a címe, ahogy Pisti mondta, ja. Nem tudom. Az angol címét nem tudom. Én nem értem ezt. Én nem értem ezt. De amúgy még jól belegondolunk, igaz? Tehát igazság szerint a magyar nyelvben nem lehet tehát nem lehet úgy kifejezni ezt a szót, mint barátnő, hogy abból kiderüljön, hogy az a párja barátnője, tehát hogy a szerelme, vagy hogy mondjam. Nincs olyan egy szó, tehát nincs olyan szavunk. Igen. A párom, az pont az, hogy gyakorlatilag gendersemleges a párom. Mm-hmm. A magyar a legpécébb nyelv, kiderült most is. Nincsenek. Nincsenek nemek. De itt azt érzem, hogy valaki félreértett valamit, srácok. Tehát, hogy így...
Tehát, hogy azért nem úgy lett fordítva, mert hogy nem lehet. Tehát, hogy nem feltétlenül azért, hogy ne rágyerhet, hogy ezt... Tehát nem azért lett... Ja, igen, na, igen. Hát mondjuk az oroszok szemben... A oroszoknál, a Kínában azért kívül. Magyarországon azért van így fordítva, mert nem lehet úgy fordítani, hogy érthető legyen. És ennek ellenére is egy kapta falá húzzák. Ezt úgy látom, hogy valaki félreértették. De a csajom meg az a... Mi? De azt mondja, nem fordított le egy gyerekmesébe, bazd meg, hogy csajom. Érted? Nem, az tök gáz. Vagy igen? Ó, mit tudom én? Na jó, nem. Nem tudom. Teljesen lényegtelen, szerintem ez is borzasztó. Én erre már nem tudok mit mondani, hogy erre, ebbe belekötnek. De belekötnek, bele kell kössenek. Hagyjuk. Figyelj, az, amit csinálnak, nem érdekes, amit úgy értve, hogy azt kérik gyakorlatilag mióta világ a világ, hogy az emberek ne közösítsék ki ezeket az embereket, stb. Teljesen természetes dolog, ezt kell mondjam, amit csinálnak, ami, ha egyenértékű azzal, hogy amit, tehát az egész világgal, ahogyan elfogadják az emberek őket, biztos zavarja őket már ez. Nem tudom. Lehet. Nem tudom. Ez egy... Én hiszek abba, hogy ennek a közösségnek a tagjai se gondolják ezt komolyan. Ezt valaki más generálja, ezt a kommunikációt. Jó, persze. Én hiszek abba. Meg mert nekem... nem, abban a közösségben azért vannak ilyen nagyon radikálisak. Vannak és radikálisak, de mondom, én elfogadom ezt a közösséget. Ez egy nyilvánvaló dolog, hogy ezzel már együtt kell tudni élni. 2020-ban, meg már 2016-ban is együtt kellett tudni élni azzal, hogy a világ ilyen, mindenki azt csinál és úgy él, ahogy szeretne. És én hiszek abba, hogy ezt vagy egy szélsőséges radikális része csinálja ennek a közösségnek, biztos. Vagy, nem, vagy olyanok, akik nem is részei a közösségnek, csak simán hülyek, mint a seggem. Hát én úgy gondolom, hogy van. Mindegyik ilyen hülye csoportnak, vagy nem hülye csoport, mindegyik csoportnak van ilyen radikális része. Van. És én azt gondolom, hogy a normál tagjai annak a közösségnek, akiknek részei, a transztevők, a melegek és a többi, ők szerintem, én nem hiszem, hogy ők ezt csinálják. Ja, persze, hogy nem. Nem hát. Ez no go. Igen. Ez no go. Valahogy nem. Na mindegy. Ez egy... Ez olyan, én megmondom, hogy a másik ilyen dolog, ami nagyon szoktam nevetni, a feministák amúgy. Igen. Azt nagyon, tehát azon nagyon szoktam rögni, amikor szídják a férfiakat, akkor minek vannak férfiak a világon. Igen. És így arra nem gondolok, hogy amúgy ők nem lennének. Jani? Ezt a kérdést nem te vagy az egyetlen ember, de aki feltette már, és lincselés jár érte. Gondolom, hogy lincselés jár érte amúgy más országokban, de hogy így. Meg se születtek volna, nem lenne mind gondolkozni. Igen. Na ilyen, gyakorlatilag ezzel vágod el a kördögzsinort, tehát itt Gondolom. Hát ez van. Ez van. Na ebben nem menjünk bele. Kinyitottam a izét, Pandora szelencéjét. Kinyitottad, igen. Sorry. Ez van. Úristen, Sopra, mi ez? Mi? Valamit küldött. Ez triggered. Jó van, bocs. Igen. Na mindegy, ez egy nagyon nehéz témakör. Igen. Srácok, a feminizmusnak is egyébként van jó része, mármint úgy értve, hogy nagyon sokáig a világon nemhogy nem egyenlőség, vagy nemhogy nem volt egyenlőség a férfiak és nők között, mert alapvetően most sincs, sajnos. De nagyon rossz volt a helyzet, és ők azért a jogokért küzdöttek, aztán ők megkapták azokat a jogokat, és akkor így maradtak ott még, tudjátok, olyan pompom lányok, akik nem kerültek sorra a meccsen, és akkor ők tovább nyomták. De amúgy az alapgondolatmenetek, amik akkor és ott azért harcoltak, hogy a nőknek meglegyenek azok a jogai, amik a férfiaknak megvannak, azok helytállóak voltak. Hogy a fenében? Persze. Meg ugye vannak még olyan országok, ahol még mindig kell küzdeni emiatt. Persze. És ez teljesen oké, és én ezt el is ismerem. De tényleg. Igen. Meg azt is, hogyha mondjuk a mai világban egy nő kitaszítottnak érzi magát, vagy a kitaszítottság ellen küzdenek, teljesen okés. Nincs ezzel semmi gond. Csak mondom, vannak ilyen, ott is vannak ilyen radikális gondolatok, amik igen. Nekem nem mennek át, és ennyi. De ilyen, de és az a durva, hogy nem úgy nem mennek át, hanem ugyanazt váltják ki, amit nagyon sok ugye ilyen aktivista mozgalom, hogy ellentétet vált ki. És a feministákat már meg se akarják hallgatni nagyon sok helyen, azért, mert nagyon sok olyan túlzásba esett kommunikációt toltak, ami amúgy nem az alapgondolatuk, hanem már ilyen 8000-szer az. Igen. És emiatt baromi nehéz ez.
De mondom, én úgy gondolom, hogy ott is vannak jó gondolatok, sőt, mert persze. Sajnos egyébként ez mai napi probléma. Az amúgy. Ami, tehát, hogy létezik ez a ki nem mondott egyenlőtlenség, még mindig nagyon sok területen, ahol nem kellene. Uh-huh. De, és amihez engem lincselnek meg, igenis vannak olyan, szituációk, amiért minden feminista ölne, amikor nem. Amikor nem helytálló. Ez a dolog. És ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mégis mi ez, tudjátok, mint a jó barátokban, amikor megkérdezte, hogy mégis milyen munka van, amit egy nő nem tudna elvégezni. Ugye az egyetlen válasz a kínálj. De mindegy, nem is az a de betonozni is tudnak a hölgyek, kamiont is tudnak vezetni a hölgyek, stb. De, uram, bocsá, ne boxoljon már egy férfi nő ellen, jó? Okay. Na, ezt akartam mondani. Tehát így ne. Hogy azért vannak ilyenek. Tehát így ne. És hidd el, hogy nem amiatt ne, hogy mert féltem a szegény csávót. És nem azt mondom, hogy nincs olyan nő, tehát ez nagyon fontos, mert ilyenkor nagyon körbe kell táncolni. Nem azt mondom, hogy nincs olyan nő, aki meg tudna verni egy férfit. Ó, de hogy nincs. Jó, sok van. Én csak azt mondom, hogy alapvetően felépítésben nem vagyunk egyformák. És... ott lenne gond. Ugye, amit mondtál nekem pont példa, a legjobb példa a transgender férfi... Súlyvelő? Igen. Vagy MMA meg a ketrec harcos. Az, olyan is volt, az. Igen. A ketrec harcos. Transgender, tehát férfi volt és nő lett, és ketrec harcos. És nőket ütsz olyan szinte szar rá, hogy szétveri az összes nőt. És így nem lehet neki mondani, hogy nem szóltam. Na mindegy is, tehát vannak ilyen dolgok, srácok. Igen. Na mindegy, vannak furcsa dolgok a világban. Mindegy. Azért örülök, hogy az olimpia még nem jutott el erre a szintre. De érted, ezek olyan dolgok, amiknek nem is kellene témának lennie, nem igen. Véletlenül vannak ugye külön kategóriák, csak az a baj, most ugye bomlik ez a dolog. És látjátok, hogy milyen borzalmas dolgok történnek egyébként alapvetően ilyen szinten. De amúgy komolyan mondom, tehát lassan eljutunk arra a szintre, szerintem, hogy már lassan mindegy lesz. Simán. Én nagyon sok mindenben egyetértek alapvetően azokkal a törekvésekkel, amit a feministák tolnak, de vannak olyanok, amikre azt mondom, hogy nem. Tehát én elhiszem, hogy egy nő mindenre képes, és én azt mondom, hogy többre képes alapvetően egy nő, mint egy férfi, mert alapvetően amúgy mindent meg tud csinálni egy nő, persze, amit egy férfi, és hogyha valaki azt mondja, hogy a mosdóban fekve nem lehet piszoárba húgyozni nagyon nagy ívbe, van olyan lány, aki meg tudja csinálni. Mi nem tudunk szülni. Oké? Okay? És ez tök világos. Tehát, így a biológiai részét hagyjuk már, jó? Én elhiszem, egy nő mindennek tud csinálni. Mindent. És láttunk példát, mert van példa mindenre. Hogy milyen szituációkban, milyen munkákat végeznek el például nők. Mindent. Érted? Nincs erről szó. Én csak azt mondom, hogy vannak területek, amin az egyenlőség feltételezése nem biztos, hogy a javára válna a kérdezőnek. Én csak így gondolom. Ennyi az egész. Ja. Tanár úr, Istenem, de nem engednek minket szülni, nekik bezzeg szabad. Ó, Istenem. Veszélyes témakör, srácok. Hát az amúgy. De muszáj, de sajnos muszáj felhívni lassan a figyelmet rá, mert az a baj, hogy amikor egy gondolatmenet elindul, hogy szavazati jogot a nőknek, meg ilyesmi, akkor persze az ember azt mondja, hogy ja, hát miért nem? Meg Jézus Isten? Meg mi van? Meg mi az, hogy nő nem lett kamionos, vagy dehogy nem? Meg nem lett taxis, vagy dehogy nem lett pilóta, dehogy nem? És van sok, egy csomó. Érted? Van. És nincs ilyen. De ez egy gondolatmenet, ami elindult. Ami valahogy eljutott odáig, érted? Amiket néhány feminista kör próbált terjeszteni. Hát igen. Ami ilyen... Tehát így, hogy sikerült ez? Hogy sikerült ez? Azt hittük, hogy nincs magasabb hegycsúcs, de van. Mindig van. Nem, ezek veszedelmes dolgok, srácok, nagyon. Tehát ez olyan, mint tudom én, ha valaki megmászta mondta vele ezt, és azt mondja, hogy ő van a legmagasabban, fuck yeah, és valami elmebeteg felvíz, bazd meg egy festőlétrát, geci, érted? Felrakja, és feláll annak a tetején, hogy nem? Ez a legmagasabb pont a világon.
Érted így? Nem kell mindig rátenni egy lapáttal erre a dologra. Szerintem meg lehet állni egy kicsit ezzel, mert mondom, nagyon veszélyes a téma. Nagyon-nagyon veszélyes a téma. Így van. Somi, jó, ebben nem menjünk bele, légy szíves, mert megvalandulok. Jaj. Somi, no, Istenem. Mondom, a nem egyetértésetek egyébként alapvetően bizonyos részről érthető, de mondom, még mindig vannak olyan helyek a világon, ahol nincsen meg ez. Igazából azt mondom, hogy mindenhol megvan az egyenlőtlenség, csak van, ahol nagyobb mértékben, van, ahol kisebb mértékben. És én azt gondolom, hogy ezen érdemes változtatni, mert alapvetően ez nem egy jó dolog. De akkor is nagyon sok mindent túlzásnak érzek. És ezek fontos dolgok, amikről érdemes beszélni, mert nagyon sokan nem tudnak a dolgokról. Tehát, hogy mondjam, olyan egyszerű dolgokról, mit tudom én, hogyha valakit megkérdeznek, mondjuk ma Magyarországon, X embert megkérdeznek, hogy szerintük van-e női pilóta, biztos vagyok benne, hogy azt mondja, hogy nincs. Tehát lesz olyan ember, aki azt mondja, hogy azt nem végezheti nő. Vagy nem, ja, lehet kamionos, most ilyen dolgokat mondok. Pedig de. És az a baj, hogy ezek nélkül, az ismeretek nélkül néha véleményezik ezt az egész témakört az emberek. És mondom még egyszer, a nagyon nagy probléma tehát abból van, hogy a világnak egy ilyen pici része elvárja az egész világtól, hogy full PC legyen úgy, hogy az egész világnak egy hatalmas része nincs is tisztában azzal, hogy mi az, hogy PC-nek lenni. Hát hány happy hour-be kérdezték meg eddig, hogy mi az, hogy PC? Ja, csomó. Érted? És a világnak egy ekkora része alapján elvárt lassan törvényileg, hogy az legyen. Úgy, hogy a világ egy óriási részén nem tudják, hogy mi az. Igen. És ez így nagyon nehéz. És ebből van gyakorlatilag egy iszonyatosan nagy ellentét. Hogy nem, tehát, hogy olyasmit vár el a globális társadalom az emberektől, amiről nem tudják, hogy micsoda. Így van. Ami nem fair, mert az ember ugye olyasmit, amiről nem tud elfogadni. Így van, így van. De? Az mi? Én sem tudom. Nem baj. Hát igen. Akkor egy hasznos műsort hallgattál meg most. Remélem, mesélsz majd róla a barátaidnak. Na jó, de itt most nem a PC-ségre volt szó, szóval. Így van, Gyilag Frájón, egyetértek, hogy alapvetően, tehát ezt mindig elfelejtik, hogy az a nyugati liberális társadalom alapvetően kicsi, csak az a baj, ezt nagyon sokan divatból csinálják már, érted? És úgy várják el a saját országukban, hogy csak ők tudják, hogy milyen. Érted? Tehát ez nem tudom, ez most mit tudom én, valószínűleg az a baj, nem tudom most valami értelmes példát hozni erre, érted? Érted? De nem tudom. Tehát ez nem, hogy bemenjél mondjuk a bányászok közé, érted? Akik kezeslábasban járnak éjjel-nappal, nyakik szenesek, meg mit tudom én, ülnek egy kocsmába 70-en, és te bemész a magyar színű, azaz rózsaszín mellékigombolt ingedbe, érted? A fehér színű sortodba, érted? A bokacipőddel, és így ránézel mindenkire, hogy úristen, nem tudjátok, hogy most már ez a menő? És így nem! Nem tudják! És úgy fognak rád nézni, hogy ez ki a faszom, és hogy néz ki? És ez a baj, hogy előtte ugye... Muszáj lenne, feldolgozzák azt, hogy mi a fasz van, mielőtt elvárjuk tőlük, hogy mindenki bunkó. Érted? Ja, tehát, hogy ez ilyen nincsen, hogy elvársz olyat, amiről nem tudják, hogy létezik. És hogyha azt mondja valaki, hogy hó, mert most mégis miről beszélsz? Micsoda? Szerintem a társadalomnak hanyad része tudja, hogy milyen beállítottságok vannak a világon? Hát igen, vannak heteroszexuálisok, meg homoszexuálisok. Micsoda? És mi van a többi száz fajtával? Igen. Rengeteg féle van. Érted? Szóval ez addig nem lesz rendben, ameddig ez nem terjed ki. És nem az a megoldás, hogy rajzfilmmel nyomod a gyerekbe. Hát nagyon nem. Ez van. Hogy fontos-e igazából? Ezt mindenki magának dönti el. Szerintem nem fontos. Szerintem az egész kultúra, mint olyan, azt várta el, hogy fogadjuk el ezt a dolgot úgy, ahogy van. Én magamban én ezt megtettem, és innentől kezdve én nem látok ebben semmi érdekeset. Én is hívok vele. De ha valaki az arcomba nyomja, akkor pont úgy zavar, mintha a pöcsét nyomná az arcomba. Ja, ja, ja. Nem azért zavar, mert fiú és van neki olyan, hanem mert zavar egy pöcs az arcomba. Ennyi az egész. De ezt meg kell magyarázni 2020-ban. Ennyi. Tök jó. Na, srácok, a mai program.
Na. Az, ugye, végigjátszottuk a fantasztikus Ori and the Blind Forest-et a csatornán. Annak okán, hogy ugye sok-sok év után idén érkezik az új epizód, az Ori and the Will of the Wisps, és ez pont ma történik meg, és ma 11 órától lejár az embargó, tehát játszhatunk vele, úgyhogy én ezt fogom ma végezni. 11-től. 11-től, nagyjából olyan 3 óra 50 perc, 4 óra közöttig fogok ezzel játszani, amikor a kollega átveszi az irányítást, mert 4-től azoknak, akik birtokolják a Call of Duty Modern Warfare játékot, megnyílik a Warzone, azaz a Battle Royale, megnyílik. És Jani fog továbbiakban szórakoztatni az est további hát részében. Hát éjszakáig pergetjük. Így van, ameddig csak lehet. Ameddig lehet, pereg. Úgyhogy ez a mai program. Én ebből most, ebből a kod részből most kimaradok, én orizok ma, és holnap pedig együtt fogunk játszani. Együtt fogunk játszani. Azt a happy hour utántól. Gyakorlatilag igen. Ami úgy néz ki, hogy, hogy valószínűleg duózni fogunk, és Nessai kollega mondta, hogy lehet, hogy csatlakozik a tercér ágazatba. És akkor trió lesz. Hogy nem tudjuk, mekkora patch lesz? Kiri, de tudom. 18 kötőjel 22 GB rendszertől függően azoknak a patch, akiknek megvan a kod, akiknek nincsen meg a kod, tehát a free-to-play verziót akarják leszedni, azon pedig 89 kötőjel 100 GB rendszer függően a mérete a játéknak. Úgyhogy jó nagy. Jó nagy. Le lehet törölni az Apex-et, PUBG-t, és akkor lesz hely. Ez van. Ezt tudjuk, de a menetrendben egyébként ez a sok szarság amúgy elérhető, amiről beszélek. És ott meg tudjátok nézni. Csütörtöki stream, ezt most mondom, tehát a csütörtöki stream azért kérdőjeles, mert részt fogunk venni egy rendezvényen a délelőtt és nagyon kora délután során, és lehet, hogy bele fog csúszni a streambe csütörtökön, és ez lehet, hogy gondot jelent, de ha nehogy Isten a délutáni stream elmarad, én nem gondolom, hogy mondjuk Jani nem akar egész nap kodozni. De egész lehet, biztos. Hát igen, én már láttam, hogy ezen a héten már nem lesz montázs, Pisti, ezt most megmondom. Hát ez mondták. Mert hogy itt csak ott fog. Hát majd reggelente itt így beülsz ide, azt itt vagdalózzal, amíg beszélgetünk. Az lesz. Igen. Na jól van, srácok, legyen szép napotok, 11-kor. Gyertek vissza, másfél óra múlva találkozunk. Itt el leszek. Találkoztok. Szevasztok.